Akár a Cséri telep rekultivációja is megoldódik annak a pályázatnak köszönhetően, ami a 18. kerület energiahatékonyságát, hulladékkezelését és környezettudatos gondolkodásának összehangolását készíti elő. Az uniós támogatással 8 dél-kelet-európai régió együttműködésével megvalósuló projekt fő célkitűzése egy ütemterv kidolgozása, amiben a főszerepet a gazdasági hatékonyság növelése jelenti. A cél az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások optimális kiaknázása, valamint a hulladék újrahasznosítás megoldása. Nyilvánvalóan a fővárossal együttműködve tesszük, amit teszünk, tehát ennek nyilvánvalóan szerepel benne az is, hogy a Cséri telepre találjunk egy olyan megoldást, ami azért mindenkit megnyugtat majd hosszú távon már. A hosszú távú fejlesztési koncepció kidolgozása után újabb pályázatban dönt az Unió a források biztosításáról, a legjobb terveket fogadják el és támogatják. A két éves előkészítő munkában a 18. kerületet az Uniós Bizottság külön kiemelte, mint az egyik legalaposabb és fejlettebb terv megalkotóját. Ez most közvetlenül ennek a projektnek a finanszírozása, ez az összes partner számára kicsit több mint 2 millió euró, de azt reméljük, hogy ez olyan, mint egy ilyen indító motor, tehát hogy tulajdonképpen ennek kapcsán aztán később sokkal nagyobb projekteket, tehát valódi fizikai projekteket is meg lehet valósítani. Ugi Attila polgármester a projekt nyitó konferenciáján kiemelte, hogy a 18. kerületben már több megoldás született az energiatakarékosság és hatékonyság megalapozására. Ilyen kezdeményezés az intézmények napkollektorokkal való felszerelése és az uszodák működtetésének energiaracionalizálása is.